Egy nagyon édes témával folytatjuk, ugyanis a méz is lehet egészséges reggeli része, ha a méhészetet és az egészséges életmódot népszerűsíti az Európai Mézes Reggeli Program, amelyet pénteken rendeznek meg. Vendégünk a stúdióban Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Jó reggelt kívánok, uraim! Jó reggelt! Jó reggelt! Miért kell a mézet népszerűsíteni? Hát az egy tök jó étel, finom, szerintem mindenki szereti. A méz az nagyon egészséges és tényleg egy kiváló étel, de kevesebbet fogyasztunk belőle, mint amennyit kellene, és különösen ilyenkor, sős időben, télfele, ősz végén nagyon aktuális, hogy ne gyógyszereket, meg különböző ilyen gyógyhatású készítményeket fogyasszunk, hanem finom mézet. Hogyha minden nap egy kanál mézet elfogyasztunk, akkor biztos, hogy könnyebben át tudjuk vészelni ezeket a nehezebb járványoktól fenyegetett időszakokat, és a mézes reggelinek pontosan az a célja, hogy a gyermekek már az iskolában, a reggelinél megismerjék a mézet, megismerjék ezt a nagyon finom ételt, és amely vitaminokban, különböző jó hatású, gyógyhatású dolgokban, vegyületekben is gazdag, tehát az élettani hatásai azok egyértelműen pozitívak. Az étkezési kultúrának fontos, hogy része legyen, és Magyarországon ma mintegy fele akkora a mézfogyasztás, mint az Európai Unió átlaga. Hogyha növekedne ezáltal is. Hogyha csak egyetlen kiló mézzel többet veszünk egy évben, akkor már meg tudjuk duplázni a hazai fogyasztást. De ugye 2014 óta van ez a kezdeményezés, azóta mutatunk valami javulást remélhetően. Abszolút így van, a hazai mézfogyasztás folyamatosan nő, rendszerváltásnál 20 deka volt, aztán meg szépen emelkedik, most 70-80 dekagram, de ahogy miniszter úr is említette, óriási még a lemaradásunk. Tudni kell, hogy azért is szomorú ez nekünk méhészeknek, hiszen mi méztermelő nagy hatalom vagyunk, akácerdeink kétharmada itt van, az európai akácerdők kétharmada, és ő mégsem tudja a magyar fogyasztó, hogy micsoda kincs van a kezünkben. A Magyarországon megtermelt méz kétharmada sajnos határainkon túl értékesül, és ezért szeretnénk a jövő mézfogyasztóinak, a gyermekeknek ezzel a mézes reggeli programmal tudatosítani, megtanítani, bevésni, hogy minden nap fogyasszanak mézet. Ez a mézes reggeli program, akkor ez nem csak arról szól, hogy méz, hanem akkor ez egy reggeli, amit kínálnak a gyerekeknek, vagy hogy néz ki ez a program tulajdonképpen? Pontosan így van, hogy nem csak maga a mézet, hanem akár szélesebb körben is lehet, hogy vidéken sütött kenyeret, a házi vajat, a mézet, az almát is, ott a vidéken megtermelt, a közvetlen környezetében megtermelt termékeket fogyasszák a gyermekek, de nyilván mi a mézre, és mézen belül is még a méhekre is koncentrálunk, hiszen az is nagyon fontos, hogy felhívjuk a mézes reggelivel a figyelmet a méhek jelentőségére. És fél ezer iskola már csatlakozott is ehhez a kezdeményezéshez, de ezt mégis hogy képzeljük el, hogy vannak ilyen tematikus reggelik? Az Agrárminisztérium segítségével gyakorlatilag egy programot állítunk össze, elkészült egy film is, elkészültek szóróanyagok, mézes könyvjelzők, óvodáknak színezők, méhészek elmennek ezekbe a tanintézményekbe, és ők gyakorlatilag egy komplett programmal állnak elő. Ennek az oktatási, nevelési programnak, ahol jól érzi magát a gyerek, a vége a mézkóstolás, amikor is mézes vajas együtt, kalácsot. Együtt van egy reggeli, tehát Közösen elfogyasztott finom reggeli, kalács, vaja, megkenve kis mézzel, tényleg egy kellemes pillanat, mint egy 100 000 gyermek vesz részt most ebben a programban pénteken. Én akácmézes vagyok, miniszter úr. Én is az akácmézet szeretem, de a vegyes virágmézet is. Mindegyik jó. Már a méztermelésnek mintegy 20% a különleges méz, erdei virágméz, adott növényfajtáknak a méze, és érdekes, hogy az akácméz ma már nem a legelterjedtebb mézfajta, hanem a napraforgó, sőt a repce is fölzárkózott hozzá. Látszik, hogy ezek iránt a mézek iránt is komoly érdeklődés van, és most jön a Mikulás, a karácsony, szilveszter, ilyenkor a mézes sütemény időszaka is eljön, tehát érdemes minél többet venni ezekből a nagyon finom magyar mézekből. Ki lehet szűrni a silány minőségű mézeket a piacon valahogy, és meg lehet ezeket szüntetni? Abszolút ki lehet szűrni, és nagyon örülök a kérdésnek, mert ki lehet jelenteni,
hogy az Országos Magyar Mészét Egyesület és a NÉBI között együttműködési megállapodás van. Ez alapján mi is, a civil szervezet is, hazai nemzeti forrásokból ellenőrizzük a boltokban lévő mézek minőségét, és együtt dolgozunk a NÉBI-kkel, és ma 100%-ra kimerem jelenteni, hogy csak hazai és csak természetes mézek vannak a boltokban, de nagyon fontos az, hogy mint említettem, hogy mi sajnos a mézünkkel a külpiacokon, a világpiacon versenyzünk, ahol nagyon nehéz feltételek vannak, és azért mosolygok, mert nyilván nem akarok itt országokat megnevezni, de egyes országok nem sportszerűen termelnek mézet, gyártanak mézet, de éppen napokban ugye fog dönteni az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottsága magyar képviselő által készített méz jelentésről, amely célja ez, hogy megmentsük a világ mézpiacát. Igen, erről néhány nappal beszélgettünk, beszélgettünk is itt a Mokkában. Uraim, nagyon szépen köszönjük, és akkor pénteken mézre fel mindenki, így ugye? Így meg van. Hát utána is persze, de így pénteken van. Nagyon. Egy kanál minden nap. Igen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.